Kedves nézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Tabuk Tények mai műsorában, és a vendégem Hegyi Gabriella, akit már régóta ismerek, de olyan sok címe, titulusa van, hogy én most ezt nem ismerem mind felsorolni, majd ő elmondja helyettem. Tanszékvezető egyetemi tanára Pécsi. Volt. Igen, a Pécsi 70 egyetemen. Éves koráig, mert akkor nyugdíjazva kénytelen voltam jönni, de azóta is aktív vagyok. Így van, tessék ránézni a preventív medicína a nagyszerű kiállítási tárgya, hogy úgy mondjam. Hogyan legyünk egészségesek nagyon sokáig? Ugye tudott a magyar lakosságról az, hogy rövidebb ideig élünk, mint a környező országokban, de nem csak ez a probléma, hogy az életünk vége felé nem is élünk egészségesen. Tehát az egészségben eltöltött éveinknek a száma még rövidebb. Ugye nagyon fura statisztikák vannak, általában azt szokták a statisztikusok nézni, hogy hát mikor halnak meg az emberek. De arról nincs szó, például különösen most a Covid kapcsán, hogy hány fiatal halt meg, akik még élhettek volna. Tehát az elveszett évekről nem csinálnak statisztikát, pedig az ugyanannyira jellemző, és kellene készíteni az egészségben eltöltött és a betegségekben eltöltött évekről is egy statisztikát, hiszen nem kell mondani, minőségileg teljesen más az, ha valaki egészségesen ereje terjében megy el, mit tudom én, az unokákkal játszani, horgászni, biciklizni és így tovább, vagy pedig egész nap az ágyat nyomja, és az a fél család életét azzal tölti, hogy ápolják, forgassák, etessék. Tehát óriási különbség van az egészségben eltöltött évek és a betegségekben eltöltött évek kapcsán. Én ezt végigéltem, szegény, nagyon, általam nagyon szeretett anyósom, statinokat kapott, ezért leépült az agya, és életének utolsó 5 évében teljes munkaidős ápolásra szorult, már teljesen cselekvőképtelen volt. Ő egy, hát azt kell, hogy mondjam, hogy zöldségként viselkedett, tehát már nem volt saját tudatánál. Én ezt a statinoknak a rovására írom, mert a koleszterint lebontják, és egyszerűen nem épül föl újra az agy, ami jó részt koleszterin. Valamennyi koleszterinre szükség van a szteroid, igen, hormonok felépítéséhez is. Egyébként belgyógyász, és még másik két szakvizsgám van, tehát az volt az első alapszakma annak idején. No, a következő a helyzet. Sajnos az OECD országoknál nálunk romlott a férfi, az egészségben eltöltött évek száma, és ez azt jelenti, hogy a férfiaknál 62,8 évről 62,1 évre csökkent, a nők ez egy kicsikét többet kaptak, révén, hogy az ösztrogén hormonok azok védik egy kicsikét az infarktusnak a tüneteit, illetve hát a koleszterin szintet is egy kicsikét segítik, illetve hát az ösztrogén hormonok védőhatással vannak a koszorúér betegségekre is. Az, hogy miért, hogyan éljünk, és hogyan próbáljuk megtölteni az életünket tartalommal, és egyáltalán hogy legyünk hasznosak ennek a rövid lélegzetű életnek a itteni pályafutásában a Földön. Hát ez egy nagyon komoly kérdés, és én azt hiszem, hogy az elsődleges az a prevenció lenne. Így van. Mert így a prevenció az, ami meggátolja azt, hogyha valaki 12 éves korában elkezd dohányozni, akkor biztos, hogy 30-40 éves korában már a COPD-nek a tüneteivel küzdik,
és aztán egy idősödő korában pedig egy krákogó öregasszony vagy egy öreg ember lesz sputummal, köpettel, minden egyébbel és mindenféle tüdőbetegsége. A COVID idején sajnos a daganatos megbetegedéseknek a kivizsgálása az nem ment zökkenőmentesen. Éppen a parlamentben voltam egy bizottságon, én a Rák ellen az emberért hónapért alapítványnak a kurátora vagyok jó pár éve, és mint ilyen meghívtak, és ott az államtitkár az azt mondta, hogy hát voltak éppen csináltunk egy csomó tornatermet. Igen, csináltunk egy csomó tornatermet. Minden nap kötelező a testnevelés. Igen, kötelező a testnevelés. Gyakorlatilag a hospice szolgálatokat erősítettük. Erősítettük a hospice szolgálatot, de a méltó eltávozáshoz, ahhoz egy méltó élet is kell. Tehát voltak épp egy kicsit előrébb kell kezdeni. És akkor én azt kérdeztem tőle a felszólásomban, hogy és a prevenció. Tehát a szűrővizsgálatok, és nem a menedzser szűrésekről van szó. Tehát nem az, amikor egy felső vezetői réteget elküldenek úgynevezett menedzser szűrésre, és akkor minden évben kivizsgálják A-Z-ig mindenét, hanem a zsákfaluba elküldeni az emberekhez, vagy olyan helyekre, ahol nincs orvos, körzeti orvos. Jelenleg több mint 7000 körzetben nincs házi orvos Magyarországon, és ez a szám, ez folytatódik. Most már kettesével keresnek budapesti körzetekbe is házi orvosokat. Nem csak tehát, házi orvos, fogorvos hát sincs. Hát az sincs, és az orvoshoz jutás is. Én 27 igen. évig voltam házi orvos Kispesten, és arra emlékszem, hogy nekünk még déli ügyelet volt, reggeltől Mikulásig ott voltunk. Én tudtam minden betegről a 3400-ból, hogy hol van, hol lakik, milyen a családi kapcsolata, milyen betegségei van. Ez személytelenné vált. Ez különösen most a COVID után, és az embereket valahogy rászoktattuk az online-ra, meg a távgyógyításra, meg minden egyébre. A személyes kapcsolat az egy nagyon lényeges dolog. Na, visszatérve tehát erre, a prevenció, tehát az a lényeges. Tehát az, amikor például Kínában a 3 éves gyereket azt ugye megtanítják a betűvetésre, mert akkor kezdik a 3 éves, és mindegyik rövidlátó lesz, mikor nagy lesz, de például a tajcsi és a csigonggal, tehát ezzel a posztizometriás izomrelaxációs gyakorlatokkal, hát mindenki óvodástól kezdve az iskoláig és a késő öregkorig az utcán ott gyakorolják, és hát gyakorlatilag nem a tévé előtt ülnek. Ez az egyik. A megfelelő táplálkozás. A megfelelő táplálkozás alatt azt értem, hogy ugye azért Magyarországon a szénhidrát típusú étkezés az nagyon dívik, és hát a kenyeret kenyérrel és minden, és a tésztakenyér, mert olcsó. Na most itt azért bejön az, hogy nagyon komoly tényező az infláció, tehát az inflációnak a mértéke, és nyilván, hogy nem magas tápértékű fehérjeket fognak enni az emberek, hanem ami van, és a középrétegnek a lecsúszása az szintén ugye jelentős tényező, tehát ez is ellene mondan hosszú életnek a eredményességéhez. A következő az a káros szokások, tehát ugye azért az alkohol és a pálinka főzde szabadossága és a megengedettsége, az nem éppen azt mondja, hogy ne ígyunk annyi alkoholt, vagy a egy-egy deci vörösbor, ugye, de hát például a kínaiaknak nincs alkoholdehidrogenáz enzimük, ami azt jelenti, hogy egy kínai pillanatok alatt asztal alá lehet inni, de azért iszogatnak. Igen. Tehát gyakorlatilag a habitusok, a dohányzás. Tehát én soha életemben nem láttam, én a Yamamoto intézetet vezetem Budapesten, és ez egy fájdalom ambulancia, de onkotermiával is foglalkozunk, tehát onkológiai betegek kezelése, soha ennyi fiatalt nem láttam daganatos betegként jelentkezni. Rengeteg az emlő és a tüdőtumor. És hát ugye fiatalkorban is. Tehát a fiatal az mennyi nálad? Hát tekintettel arra, hogy én azért 70-en jóval túl vagyok, és inkább a 80-hoz vagyok közel, gyakorlatilag ez ilyen 30, 40, 50, 60. Azt szokták mondani, és az orvosi szakmában ezt szoktuk mondani, hogy a
férfiaknál ott az a kritikus 50-60 év az, ahol az infarktus arat, a nők azok később, ugye, mert az ösztrogének védik őket, de aztán, hogyha ez nem vitte el őket, akkor idővel ugye ez az egészséges női-férfi megoszlás, ez azért azonos lesz 70-80 éves korban. Illetve hát ott olyan az Alzheimer-kor, ott jönnek a degeneratív izületi betegségek és minden egyéb. Szóval összefoglalva, nagyon lényeges a pihenés. Tehát az a agyi komputer, ami bennünk működik, és aminek körülbelül az 5%-át használjuk ki gondolkodásra, tehát azt állandóan mozgásba kell tartani. Tehát az úgynevezett brainstorming, ami azt jelenti, hogy én például 2 évfolyamért vagyok felelős a Pécsi Egyetemen. Vizsgáztatok, oktatok, és PhD hallgatóim vannak, közben betegekkel foglalkozom reggeltől estig egy héten kétszer. Tehát muszáj dolgozni. Beszélsz. Persze magad ellen, de mondtad nem, én nem akarok, hogy nem akarok meg. Az egészséges pihenés az azt jelenti, hogy legalább 7-8 órát kell pihenni, aludni, amikor nem krimit néz az ember, nem 20 liter vörös festékkel leöntött szörnyűségeket, és facsarja a székkarfáját, hogy Jézus Mária, és utána rémálmai vannak, hanem gyakorlatilag relaxál és pihen, és Mozartot hallgat, Johann Sebastian Bachot, zenét hallgat, hangversenyeket néz akár a YouTube-on, vagy akárhol. Tehát gyakorlatilag tudni kell relaxálni, vagy elmegy a templomba, ha vallásos, vagy elmegy az édesanyja sírjához. Te jogázol, én mindenfajta ilyen nagyon-nagyon erős mozgástól egy picit tartózkodom, mert volt 2 porckorongsérvem, és egyszer egy baleset folytán, még egy csipőprotézissel is hazajöttem külföldről, úgyhogy gyakorlatilag óvatosan megyek, mert egy kavicson elcsúsznék. Tehát elvileg jobban kell lenni, a testi, szellemi és a fizikai jóléthez nem csak a betegségek hiánya kell, hanem az, hogy jól érezzem magam a bőrömbe. Na most ennek a megőrzése az egy bonyolult feladat, mert ugye az ember, mikor fiatal, akkor azt mondja, hogy hát előtte az élet, és nem tudom, annak idején minden betegem, aki meghalt, elveszítettem, lelki fájdalommal elmentem a temetésükre, és minden. Most már nem szeretek temetésre járni, mert rájövök arra, hogy az élet véges, meg ugye rájöttem, de kegyelettel őrzöm meg az emléküket, és gyakorlatilag minden vesztesség fáj. Tehát jónak kell lenni a táplálkozásunknak, a pihenésünknek. Valaki egyszer azt mondta nekem, egy betegem, aki menedzser volt, és akkor még nem volt ez, hogy coach, meg nem tudom, ilyen coach, olyan coach, de menedzser volt, és azt mondta, Gabriela, minden 4 hónapban egyszer egy hétre el kell menni, úgyhogy magunk mögé dobunk mindent. És igaza van. Igaza van. Ezt egy menedzser, aki sokat keres, megteheti magának, de egy matek-fizika tanár, aki felső tagozatba matekot oktat, nem, az szegény. Az azt se engedheti meg magának, hogy mostani zöldségárak mellett normálisan egyen zöldséget. Én évtizedek óta járok piacra, és azt látom, hogy egymás után mennek csődbe a zöldségesek, becsuknak, és ilyen kínai vacakokat árulnak a régi zöldséges helyén, és egyszerűen az van, hogy úgy mennek föl a zöldségárak, meg úgy romlik közben a minőségük is, hogy az emberek meg se tudják fizetni, meg akik megfizetik, azok se kapják meg azt a minőséget, mint 50 évvel ezelőtt. Ebbe teljesen igazad van, csak ez tulajdonképpen komoly, hogy is mondjam, konzekvenciák levonását vetíti elő. Tehát miért van nálunk a legmagasabb az Európai Unióban az infláció? Miért van az, hogy Ukrajnában nem olyan magas? Miért van az, hogy a szomszéd országokban mind alacsonyabb az infláció? Tehát voltak éppen ez egy másikra terelni a beszélgetésünket. Hát voltak éppen nyakon kéne ragadni az inflációt és kicsavarni, ahogy a kormányfő mondja, de gyakorlatilag ez lenne az legjobb, vagy pedig a 27%-os áfának a lebontása az alapvető élelmiszerekre.
Hát így van. Hát erről van szó. Minket? De ez gazdasági igen. probléma, és egy gazdasági kérdés az voltak éppen. Az ember csak megpróbálja valahogy függetleníteni magát, és valahol a maga kis kaszliába és mikroklímájába túlélni ezt az egész dolgot. Na, neked több évtizedes tapasztalatod, rálátásod van így személyre lebontva, ugye, mint körzeti orvos, hogy ki mit evett. Tehát a táplálkozásunk az utóbbi 50 évben úgy gondolom, hogy sokat változott, mert a kádárkorban sok hülyeség mellett persze azért ennyi csippet nem lehetett venni. Volt keks, győri keks, meg ilyesmi. De volt Bambi is, ami kátrányból készült. Igen, de az nem volt kötelező. De. Viszont a kenyérnek kenyérize volt. És nem penészedett. És nem penészedett, mert hát kovászolt volt természetesen. Így van, pontosan. Na most ezek a tényezők mennyire befolyásolják az egészséget és emiatt a várható élettartamunkat? Hát hatalmas formában, ugye a mikrobiom, illetve egyáltalán a bélflóra és a bélagytengelyről a tudásunk az utóbbi évtizedekben hatalmasat fejlődött, és azért azt tudjuk, hogy amit annak idején Hippokrátesz mondott, hogy azzá leszel, amit eszel. Tehát valóban így van, alacsony glikémiás indexű ételeket, fehérjedús ételeket, zöldségeket, gyümölcsöket kell enni, és hát vitaminokat. Most hát itt megint a mezőgazdaság, ugye? Akkor, amikor a mezőgazdaságban vont területek helyett akkumulátorgyárak lesznek, és gyakorlatilag a termőföldön nem termelünk semmit, akkor ez megint azt mutatja, hogy akkor volt mindenkinek egy kis kertje. Nekem is volt egy kis kertem, és olyan hatalmas tököket termeltem, meg sárga dinnyét, meg görög dinnyét, meg nem tudom, paprikát, paradicsomot, ami vegyszermentes volt. Ezek nincsenek, tehát nem igazán előnyünkre változott ez a dolog. A úgynevezett gyorsértelmi láncok, bár azért most már nem annyira járnak az emberek, de annak idején a saját gyerekem is minden születésnapját ott követelte, hogy ott ünnepeljük a gyerekekkel, az egész osztályjal, és akkor jöttek ezek a hamburger, meg egyebek. Igen. De nem. Tehát igazándiból én azt mondom, hogy a emberek azok egészségtudatosabbá váltak egy kicsikét. Tehát azért most, ha mindenki kézbe akarja venni az egészségét, vagy legalábbis egy bizonyos réteg, aki olvas hozzá, és kicsikét tudatosabban él, és akkor az azt mondja, hogy hát akkor ezt nem, azt nem, ezt inkább igen, és akkor megpróbálom én megszervezni az én egészségemet, ha már nem jutok el orvoshoz, ha már nem jutok el. Na de hát a televíziók bombáznak a különböző termékeknek a hirdetésével. Én magam hallottam egész véletlenül, délbe bekapcsoltam a televíziót, hogy olyan élménybeszámolókat mondanak betegek, hogy eldobja a botját, a nem tudom én minek a változat. Tehát óriási az információ, és az ember nem tudja sokszor, és ember legyen a talpán, aki elmondja, hogy mi az, ami nekem jó, és mi az, amit én választhatok. Tehát, hogy is mondjam, ezért kellenek a hiteles, olyan természetes gyógymódokkal foglalkozó emberek, akik ezt megtanulták, tudják, érthetően át tudják adni a tudásukat, és nem pedig a szürke szférába dolgozzanak. Egyébként szakmai kollégiumi elnöke voltam az integratív medicinának 6 éven keresztül, és még a 11/97-es kormány és miniszteri rendeletnek a megalkotásába is részt vettem annak idején, tehát látom a tendenciát. Tehát akkor, amikor az egészségügyi nem felelős miniszter megszünteti a szakmai kollégiumot, és mindenki azt csinál ebben a szakmában, amit akar. A nézőknek hadd fordítsam le, az integratív medicínán azt értjük, hogy abba belefér a természetgyógyászat is, sőt a kínai, indiai gyógymódok is. Hát a tibeti is belefér, igen. És minden népi gyógymódok is beleférnek. Tehát ez az integratív medicína sokkal-sokkal gazdagabb tárházzal dolgozik, mint a fölírom az aspirin típusú nyugati, kifejezetten a kémiai gyógyszer alapú
orvoslás vagy gyógyítás? Én például annak idején, mert 27 évig voltam házi orvos, annak idején mindig meghallgattam a beteget, amiért jött, és nem altatót írtam, mert nem tudott aludni. És volt rá időd, hogy meghallgat? És volt rá időm, azért, mert több szobában dolgoztunk, két nővérrel, és aki csak receptet kért, az, mert ugye mit tudom, szívbeteg volt, igen, vagy akármi, az odament, és én nekem több időm maradt, tehát erre nagyon vigyáztam. Aztán ugye elmentem egyetemi tanárnak, tanszékvezetőnek, és akkor ez megszűnt. De szóval nem a farmakológiai gyógyszerfelírás az, ami megoldja az embereknek a problémáját, hanem a lelkükkel, a panaszaikkal való odafigyelés, az empátia, az, hogy azonos frekvencián legyünk, hogy csak igen, odafigyeljek, nem szól a telefon közben, hogy próbáljam megoldani, hogy segítőkész legyek. Na most ezért van az, hogy a beteg emberekkel, illetve a paciensekkel való foglalkozás az egy nem szakma, az egy hivatás. És akinek nincs ilyen hivatástudata, az nem szabad, hogy erre a szakmába menjen. Nem tudom, hogy te szoktál-e felvételiztetni a medikusokat, hogy látszik-e egy 18 éves frissen érettségizett gyereken, hogy ez alkalmas lesz-e orvosnak, vagy nem. Én elképesztően sok pokróc durva orvossal találkoztam, már azok közül szerencsére nem voltam beteges, de az urológián kikaptam egyet-kettőt. 18 éves korban az ember az, hogy is mondjam, orientálódik részint a szülők részéről, aztán azért, ugye azért van egy nimbusza is a orvosi szakmának, mint ahogy az ügyvédi szakmának is van, hogy hát azért társadalmilag megbecsültebb, és igen, valahol más kaszban létezik, és nem tudom. De igazándiból az egyetemen válik el, és az egyetem után válik el, hogy kiből milyen szakember lesz. Én például tudok olyat az én évfolyamomból, és idestóban 45 éve végeztem az egyetemet, mert én előtte okleveles szülésznő voltam, mert nem vettek föl, mint osztályidegent az egyetemre 6 évig, és utána summa cum laude név köztársasági ösztöndíjjal végeztem. Szóval gyakorlatilag én olyan kollégákból láttam kiváló szakembereket a maguk szűk ágában, például koszorú érsebészet, vagy nem tudom én, akik bűrosszul teljesítettek az egyetemen, de utána kiváló szakemberek lettek. Na most az, amiről te beszélsz, az egy más dolog. Annak megint összetett, mozaikszerű tört okai vannak. Az egyik a COVID, a másik a frusztráció. 17 ezer egészségügyi dolgozó hiányzik ma a magyarországi rendszerből, 17 ezer. Nagyon sok. Nagyon sok. Túl teljesítenek a kollégák, és az, aki elment, azok a 40-50-60 évesek ma, akik át kell, hogy adnák a tudásukat a fiatalabb generációknak, azok nem itt dolgoznak. Akkor nem. Aki dolgozik, én tudok 100 éves házi orvosról például, 90 éves házi orvosról. Hát igen. Szóval gyakorlatilag végtelenül kimerültek, frusztráltak. Most megint ugye van ez az új rendszer, ugye a kötelező kamarai tagság eltörlése miatt azért 75% visszalépett a kamarában, mert az egy komoly szervezet, de a megosztottságot látjuk, és látjuk a nővérek megosztottságát, és az orvosi szakma megosztottságát is, más egészségügyi dolgozó megosztottságát is. Kimerültek, fáradtak, sokan gondolkoznak azon, hogy továbbra elmennek nyugdíjba, akik nyugdíjban, és például a házi orvosoknak a 70%-a 60 éven felüli. Most gondoljunk, igen, bele. Hát hogy ne lenne fáradt, hogyha ő ambulál, és az ambulánsként neki el kell menni operálni például. Vagy 24 órát dolgozik, és akkor itt volt ez az őrület, ez a COVID, ugye? Ami, majd arról külön szeretnék. Ami hát utólag én azt mondom, hogy két Pfizer és egy Moderna után én is megkaptam az Omikront, és hát 3 nap keserű élmény volt az életemben, de utána megvoltam. De
De az immunrendszernek a megléte és a támogatása mellett azért viszonylag könnyen átvészeltem. Viszont aki oltási szövődménnyel jelentkezik, mert hogy rengeteg ilyen van, aki megkapta a COVID-ot, és nem a COVID utáni, post-COVID szindrómával jelentkezik, mert ilyen is van rengeteg. Kardiológiai probléma, mentális probléma, depresszió és minden egyéb szorongásos betegségek, ízületi problémák, itt fáj, ott fáj, amott fáj, autoimmun betegségek kialakulása. Tehát azt látom, hogy igazándiból kezd az a véleményem lenni, hogy ez az egész őrület, ami ránk szabadult, és 6 millió embernek a halálát okozta az egész világon, ez a COVID, meg nem. Az, hogy a 60 éven felülieknek a nem kipróbált kínai oltást nyomtuk úgy, hogy nem volt kipróbálva, és nagyon sokan, nekem is a betegeim között nagyon sokan elmentek. Hát egy kicsit valahogy úgy érzem, hogy, és az utóbbi orvosi cikkeket olvasva, hogy kicsit nagyobb volt a füstje, mint a lángja valahogy, és akár megkapta az oltást, és annak a szövődménye, akár COVID volt, és long COVID szindrómában, szóval valahol ott az immunrendszernek a kisiklásába kell keresni ezt a dolgot. Azt kell erősíteni. Igen. Gabriella, ugye elszaladt a 25 perc, mint a húzat, de megígérjük a nézőknek, hogy innen fogjuk folytatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk voltál. Én meg köszönöm a meghívást.